Köszöntöm a sportlás nézőit! Kerékpározás, kézilabda, asztali tenisz és gyorsulásos autóverseny a mai kínálat, a helyszínek pedig Szabadka és Magyar Kanizsa. Múlt hétvégén két kerékpárversenyt is rendeztek Szabadkán. 168 km után ide érkeztek a Vajdaságon át nevű nemzetközi viadal résztvevői, másnap pedig a városközpontban egy 2,3 km-es körpályán Szabadka nagydíját rendezték meg. A Vajdaságon át nevű verseny során két futamot is rendeztek. Először Újvidéktől Kamenicán, Mitrovicán és Rumán át Pecsincéig tekertek a résztvevők 158 kilométeren keresztül, a szlovén Gregor Gazvoda érte elsőként célba. Másnap szombaton a versenyzők 168 kilométert teljesítettek, Újvidéktől Palánkán, Hódságon, Apatinon és Zomboron át Szabadka központjáig. A futam ezúttal sprint befutó során dőlt el. A leggyorsabb a szabadkai származású, most a kragujevaci Rádnicski színeit védő Dér Zsolt volt. Tegnap is nagyon magas volt az iram és a tempó, akkor egy kb. 50 km után kiváltak 15-en a mezőnyből. Ott nem volt szerencsém, mert épp abban a pillanatban nem voltam elől az a 15 versenyző között, és akkor a főmezőnyben, a nagy mezőnyben maradtam, és valójában ott akkor a, úgymond el is dőlt, vagy lezárult a verseny, az első 15 között folyt csak már a csata. Hát nem is voltam elégedett azzal, sőt úgy kicsit szomorú is voltam, mert hogy kellettek volna a pontok, az UCI pontok az olimpiai kvalifikáció miatt, de próbáltam továbbra is motivált maradni, és akkor, hogy a mai sokkal jobban sikerüljön. És ma is rengeteg próbálkozás volt, nagyon nagy volt a tempó, egész 48-as átlagunk lett a 170 kilométeren, ami igen gyors. És tényleg volt rengeteg próbálkozás, ilyen elmenés, sikerült is elmennünk, akkor ismét utolért minket a mezőny, úgyhogy végül ilyen nagy mezőnybefutóra jöttünk. És akkor nagyon szoros volt a befutó. Hát igen, valójában nekem fekszenek az ilyen befutók, ezek a sprintek, de hát itt ez mindig úgymond rulett, mert hogy nem lehet tudni, még hogyha nagyon-nagyon jó formában van az ember is, vagy hogyha jól érzi magát, akkor se lehet tudni 100%-osan nyerni fog, mert elég csak rosszul helyezkedni, vagy egy pillanat fékezés, vagy bármi, és akkor a győzelembe kerülhet, vagy a helyezésbe, vagy akár nagyon nagy bukások is szoktak ilyenkor lenni, de hát ma minden úgy alakult, ahogy kellett, és örülök ennek a győzelemnek. A verseny kiemelt fontosságú az olimpiai kvóták megszerzése miatt is. Ha a pontvadászat október közepéig jól sikerül a szerbiai versenyzőknek, nem egy, hanem két-három kerékpározó is kijuthat Londonba. Én szereztem 40-et, ugyanúgy szerbiai versenyző lett a második, ő még plusz 30-at, és azt hiszem még az első 8-ban, akik pontot szereznek, volt még két versenyzőnk, a Kasza Gábor, aki szabadkai, és az Ivan Stevic, aki a belgrádi Partizánban van. Tehát ez szerintem biztos, hogy több mint 80 pontot gyűjtöttünk ma, és tegnap is sikerült nekik, Stevisnek és Gábornak 38 vagy közel 40 pontot gyűjteniük, úgyhogy szerintem, vagy hát remélem, hogy meg is tudunk előzni pár nemzetet, és akkor két helyet biztosítani az olimpiára. A hagyományos simár 33. alkalommal megrendezett verseny a Vajdasági Kerékpárszövetség és a vajdasági kormány számára is kiemelt jelentőségű esemény. Namerno smo to tako koncipirali da je svaka trka u danu za sebe, odnosno svaka trka nosi određeni broj bodova, zato imamo tu kategoriju 1.2. Nije to klasično sa žutom majicom, nemamo generalnog pobednika, ali imamo pojedinačne pobednike u svakog dana. Šta smo time dobili? Dobili smo veće brojeve bodova. To je ono što ovu trku čini još atraktivnijom od etapne trke, da kažemo u nekom biciklističkom smislu. Vasárnap Szabadka nagydíját a város központjában rendezték a városnapi ünnepség sorozat keretében. Egy 2,4 kilométeres körpályát alakítottak ki. A szervezők kiemelték, nem véletlenül választották ezt a helyszínt a korábbi országúti verseny helyett. Mind a kerékpár egyesület Spartacus Szabadkáról elégedett lehet a mai szervezésért, mert ugyanis egy esésen nem volt, a rendőrök nagyon jól megcsinálták a saját munkáját, a jököpő parking nagyon sokba segített, és ezzel együtt sikeres lett a mai verseny.
Miért döntöttek úgy, hogy most itt Szabadka belvárosában egy ilyen körpályán rendezik a versenyt, és nem úgy, mint tavaly előtt a korábbi években országúti verseny? Igen, ugyanis az egyesületben olyan ötlet született, hogy ezúttal a városra fogjuk szervezni a versenyt, azért, mert népszeríteni akarjuk ezt a sportot a városunkban. Gondolom, hogy ez kell, és gondolom, hogy szükség van erre a városra. A felnőtteknek 92 kilométert, vagyis 38 kört kellett teljesíteniük. Első két helyen a belgrádi Partizán kerékpározó Nebojsa Jovanović és Esad Hasanović értek célba. A dobogó harmadik fokára Dér Zsolt állhatott. Elég nehéz volt, mert kicsit a Partizán csapata valamennyivel erősebb volt, mint a miénk. Úgyhogy mondhatom, hogy meggyőlt velük a gondom. És ez a végén sajnos be is bizonyult, hogy valamennyivel jobbak, mert hárman voltak egy ellen, sőt még a krájevói fiú sem úgy, vagyis hát nem működött össze velem, ahogyan kellett volna, hanem állandóan rám várt, hogy én menjek a Partizánosok után, úgyhogy ez még pluszban megnehezítette a dolgokat. Meséld el nekünk laikusoknak, hogy tudnak összefogni hárman egy ellen, tehát hogy mi nehezíti meg ilyenkor a kirekesztett dolgát? Hát valójában ezeket lószoknak hívjuk ezeket a támadásokat, amikor egy-egy versenyző megerősíti a ritmus, majdnem ilyen sprint erősségűre, és akkor természetesen utána kell menni annak, aki vele akar tartani, vagy pedig épp az ellenfél csapatából, vagy a konkurens csapatából, inkább úgy fejezem ki magam. És akkor, hogyha emberszám fölényben van egy csapat, akkor ezt felváltva tudják csinálni, és akkor ez volt a szituáció most is, szóval voltak ők hároman. Az egyik erősítette a tempót, akkor én mentem utána, utolértem, akkor a másik ugyanúgy, akkor ő utána is, és akkor így ezt nehéz kikontrollálni, amikor mindig nekem kell loholnom utánuk. A Spartacus Kerékpárklub továbbra is nagy erőkkel dolgozik a sportág népszerűsítésén. A tervek szerint egy nagyszabású nemzetközi, nyílt határos Szabadka-Szeged versenyt is rendeznek a közeljövőben. Ennek érdekében folyamatosan pályáznak eszközökért a belföldi és külföldi forrásoknál. Európai sztárcsapatok léptek pályára a Gyógyfürdő sportcsarnokában a Kanizsa Kupa nevű kézilabdatornán. A közönség nagyszerű mérkőzéseket láthatott, amelyekből a korábbi BL és Superkupa győztes céljei Pivovarna Laskó gárdája került ki győztesként. Magyar Kanizsán valaha az egyik legnépszerűbb sportág volt a kézilabda, később azonban szinte teljesen eltűnt. A sportág népszerűsítése céljából most nagyszabású tornát rendeztek, melyen a célja mellett fellépett a PIK Szeged, a budapesti Ferencváros és a belgrádi Partizán csapata. A felkészülési időszak közepén lévő csapatok játékára némileg ráműnt a bélyegét a teremben uralkodó forróság, de ennek ellenére játékuk valódi csemegét jelentett az Északbácska minden tájáról összesereglett kézilabda kedvelőknek. A torna főszervezőjével az első mérkőzés a PIK Szeged és a Partizán közötti összecsapás idején beszélgettük. A kezdet nem tudok, nincsen szavam, csodálatos. Tehát egyáltalán nem számítottunk ennyi nézőre, az az igazság. Számítottunk emberekre, akik kijönnek, de ennyire biztos nem. Amit önök látják, szinte csarnok meg van telve. Ön jegyezte meg egy pár perc előtte, milyen csodálatos gól dobott a Partizán. Tehát mindaz, aki kijött, igazolt, a nézők is látják a mérkőzést, az igazolta azt, amit már én párszor kijelentettem, ugyanis, hogy ennek a sportnak a helyi közösség azért próbált ezen a sporton keresztül ide csalni a gyerekeket, hogy fejlesszük ezt a sportszellemet, ugyanis a sportszellemmel a gyerekeket megmentjük bizonyos káros dolgoktól, gondot, amit alkohol, droga, mindazok a gyerekek, akik ezt körül próbálnak dolgozni, azoknak csak sikerélményeik lehetnek. Bizonyítja ezt a torna, négy igen rangos európai csapatról van szó, amelyek tűzdelve vannak világklasszisokkal. A torna megszervezése hónapokig tartó előkészületeket igényelt. Nagyon örülök, hogy sikerült a tornát összehozni. 6 hónapos munka volt mögötte, és egy igazi kis csapat, szervezőbizottság, akik valóban az utolsó 3-4 napban, ét nem ismerve, nappal átéve szervezték, csinálták, és nagyon boldog vagyok azért, hogy a Kanizsa város polgárai és környező város polgárai ellátogattak, és szurkolnak itt a csapatoknak. Az óriási siker után a helyi közösség még nagyobb terveket szöveget. Az elképzelésünk az, hogy ezt a tornát hagyományát tegyük. Az itteni klubokkal már holnap le fogunk ülni egy rövid technikai megbeszélésre. Ilyen fél nem hivatalosan már azt jelezték, hogy nehogy ne legyen jövőre torna.
Amennyiben lesz jövőre torna, akkor megpróbáljuk 6 csapatot hozni, még egy 3 világklasszis csapatot. Ebben hiszem azt, hogy nagyon nagy segítségünkre fog már lenni a Magyar Kézilabda Szövetség. Az első meccsen 30-27-re a szegediek nyertek, a sikerből oroszlán részt vállalt a PIK kiváló kapusa. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz mérkőzés volt. Elsősorban úgy gondolom, hogy mindkét csapat nevében mondhatom, hogy a időjárási tényezőkkel küzdöttünk, hiszen pokoli meleg van. Ez én úgy gondolom meg is látszott mindkét csapatnak a játékán. De elsősorban mi játékunkról az mondható el, hogy a végig 60 percen keresztül futottunk. Helyenként voltak eredményei, helyenként sajnos csak öngólokat tudtunk belőle szerezni. Ez a meccs nagyon, nagyon jól megmutatta azokat a hibákat, amiket még ki kell küszöbölnünk a bajnokság kezdetéig, úgyhogy mindenképpen hasznos felkészülési mérkőzést játszottunk. A Szeged a papírforma szerint is erősebb csapat a belgrádi együttesnél. Én azt mondom, hogy jó erőket képviselünk. Lehet, hogy több góllal is be kellett volna bizonyítanunk ma, hogy sokkal jobbak vagyunk ennél a csapatnál. Sajnos így sikerült. Mostanában, ha mentségül lehet valamit hívni, az annyi lenne csak, hogy mostanában rengeteg mérkőzést játszottunk. Most jöttünk haza pár nappal ezelőtt egy rangos tornáról, ahol sikerült döntőt játszani, úgyhogy mennek a meccsek, mennek a felkészülési mérkőzések, mellette ugye az edzések is, úgyhogy próbálunk mindent megtenni. Örülünk neki, hogy sikerült nyerni és a döntőbe kerülni, de még egyszer mondom, hogy hál' Istennek ez a mérkőzés is rávilágított a hibáinkra, úgyhogy most már csak rajtunk múlik az, hogy ki tudjuk-e őket küszöbölni, ami kezdődik a bajnokság és a BL, vagy nem. A Celje és a Pradi összecsapásán a szlovén csapat volt az esélyesebb. Papíron én is a Celjét várom esélyesebbnek, de ismerem azért annyira ezt a Fradit, hogy ez ügyes fiatal játékosok alkotják, akik bármire képesek. Ha meg tudnak küzdeni ezekkel a tényezőkkel, ami vannak a csarnokban, akkor én úgy gondolom, hogy nagyon kemény ellenfelei lehetnek a Celjének. Úgyhogy nem lepődnék meg a meglepetésen ma, de ha most fogadnom kéne, akkor én is a Celjét tenném meg. De majd meglátjuk. Az első játéknapon beigazolódtak a várakozások. Ahogy a Partizán, úgy a Pradi sem tudott meglepetést okozni, így a másnapi döntőben a Celje Pivovarna Laskó és a PIK Szeged találkoztak. A sörgyáriak 2 góllal jobbnak bizonyultak a szalámi gyáriaknál, így az első serleg Celjére került. A harmadik helyért vívott összecsapáson az FTC 28-26 arányban múlta felül a Partizán. A helyi közösség a mérkőzések bevételét jótékonysági célra fordította, és már a torna elején átadta az összeget a Fénybárka civil szervezet vezetőinek. 31 szerbiai és egy romániai klub, mintegy 170 serdülő és ifjúsági asztali teniszezője lépett asztalhoz az első Szabó István emlékversenyen Csókán. A versenyt a Szerb Asztali Tenisz Szövetség hivatalos idény nyitó tornává minősítette. A csókai asztali tenisz sikerek kivívásában Szabó Istvánnak elévülhetetlen érdemei voltak. Tavaly decemberében adták át a róla elnevezett asztali tenisztermet, augusztus végén pedig már emlékversenyt is rendeztek a tiszteletére. Tudva azt, hogy nem múlt egy év se a terem felújítása a megnyitó napjától, és ma ennyi fiatal srácot vagy kislányt tudtunk összetoborozni az emlékversenyre. Mindezek mellett, hogy az időjárás valóban nem kedvez ennek az asztali tenisz játéknak, főleg, hogy teremben zajlik a mérkőzések ugye teljes mértékben, de sokkal fontosabb az, hogy az ígéretemnek a harmadik lépcsőjét is sikerült teljesítenem, az, hogy a teremfelújítás után az eszközvásárlás, és a harmadik az, hogy az emléktornát megrendezzük. A mai nappal ezzel egy fontos küldetésemnek értünk végére, és köszönetet szeretnék mondani az elnökségben, tehát az Asztali Tenisz Klub elnökségében dolgozó embereknek, az elnöknek, a volt elnökasszonynak, és azoknak a segítőknek, támogatóknak, és klubbarátoknak, akik ezt a mai napot és a holnapi napi rendezvényt lehetővé tették.
Szabó István özvegye nem tudott megjelenni az emlékversenyen. Férje a fiatal korosztállyal, a gyerekekkel dolgozott legszívesebben. Az utánpótlásra ma is nagy hangsúlyt fektetnek a klubban. Nagyon tarka a verseny, tehát a legfontosabb az, hogy sikerült évadnyitónak az emléktornát nyilvánítani. A Szerb-Asztali Tenisz Szövetség az évadnyitó versenyének, az újonc korosztály tűzte ki ranglista versenynek, tehát az is a legnépesebb. Majd 80 versenyző indul az ország minden teréről, tehát Kragujevácról, Pirotból, Belgrádból, Barajevóból és Romániából is van. A rangos tornát a tartományi ifjúsági és sporttitkárság titkár helyettese nyitotta meg. Azért is egy pozitív dolog, mert a Pista bácsi olyan embereket akart maga után hagyni, akik sportolók, akik edzők lesznek, akik emberek lesznek, talpra esett emberek lesznek, és itt Csókán, ahogy láttuk, a megnyitó után is, hogy valójában létrejöttek ilyen emberek, vannak ilyen emberek. Tudjuk azt, hogy a vajdasági, illetve országos szinten az asztali teniszben a mi sportolóink vannak ott. Vajdasági sportolók, nagyon nagy részt viszont vajdasági magyar sportolókról van szó. Sok ember volt itt szintén, akik elkötelezettek az asztali tenisz iránt. Itt láthattuk Topolyáról is őket, Zentáról is őket, Székely Kevéről, akik foglalkoznak a fiatal kategóriákkal. Nekem személy szerint vannak különféle ötleteim, és remélem, hogy a közeljövőbe be is valósulnak ezek az ötletek, hogy valamilyen módon megtámogassuk ezeket a fiatal sportolókat a közép korosztályba is már, és nyújtsuk nekik olyan esélyeket, hogy igenis hagyjanak maguk után nyomokat, legyen jövő, legyenek jó sportolók, legyenek jó edzők, és ezáltal tartsuk meg ezeket a hagyományos vajdasági sportokat, mint az asztali teniszt is. Az emlékversenyen a csókaiak több éves álma valósult meg. Ezt a versenyt már nagyon rég megálmodtuk, vagyis Pista bácsi 2008-ban beállt halálától. Ezt terveztük, hogy egyszer ezt mindenféleképpen meg kell szervezni, hiszen Pista bácsi mégiscsak egy név volt a honi Európa, és itt azt akarom mondani, tehát még a világ asztali teniszben is. És valahogy most sikerült összehoznunk ezt a versenyt, mivel kellő infrastruktúránk nem volt a verseny megszervezéséhez. Hát nem csak a csókai asztali teniszterem termet adtuk át egy fél évvel ezelőtt, hanem szeretném csak azt mondani, hogy az általános iskola tornaterme is csak az elmúlt iskolai évtől kezdve lett olyan állapotban, vagyis akkor lett vége a rekonstrukciónak, hogy egyszerűen egy versenyt meg lehessen itt tartani. Mindenféleképpen ilyen kisebb kategóriára gondoltunk, vagyis inkább az ilyen kezdőkkel szerettük volna megszervezni. Végig aztán kicsit megnőtt az étvágyunk, és egész a junior kategóriáig megcsináltuk ezt a versenyt, mivel tudtuk, hogy a Pista bácsi mindig a kezdőket nagyon szerette az igazi sportos gyerekeket, és velük szerette megszerettetni ezt a sportot. Gyermekként a mostani klubelnök is Szabó István tanítványa volt. Pista bácsinál csak a harcos gyerekek jöttek számításba. Szóval azok, akik odadóan, szívvel, lélekkel, most a tudás, tehetség az mind csak egy ráadás volt, vagy egy plusz, de Pista bácsinál csak azok jöttek számításba, akikkel komolyan akart foglalkozni. Aki odadóan kibírta azt a napi kétszeri edzést, aki oda tette magát minden partiba, és mindig többet, mindig jobbat akart. Az első Szabó István emlékverseny legeredményesebb játékosa az Uzdini Izabella Lupulescu volt, aki megnyerte a fiatalabb serdülők és a serdülők versenyét is. A legnagyobb siker mégis a csókai Alexandra Radonjics nevéhez fűződik, aki az ifjúságiak mezőnyében maga mögé utasította az európai ranglista 8. helyezettjét, a román Irina Csiobánot. Horgoson a régi határátkelő mellett tartották meg Szerbia motoros gyorsulási és autós drifting bajnokságának legutóbbi futamát. A kánikula ellenére több ezer néző volt kíváncsi a versenyre. A Szerb Motoros Szövetség harmadikben tette lehetővé a horgosi freestyle motoros klubnak, hogy az országos versenysorozat egyik állomásának házigazdája legyen. A kétnapos rendezvény első napján, valamint a verseny délelőttjén a résztvevők ismerkedtek a pályával, vasárnap délután pedig megkezdődtek a futamok. A motorosok az egyik helyszínen a gyorsulási versenyen vettek részt, a személyautók pedig a drifting verseny során óriási kerékcsikorgások közepette koptatták gumiukat a betonplaton. Ezek a versenyek ugyanúgy zajlanak, mint a többi. Tulajdonképpen sárkozó, csak utána jönnek a versenyek. Ugyanígy zajlott a gyorsulásban is,
gyorsulási versenyek talán már előző nap megkezdődtek a selejtezők, az időmérők, és csak vasárnap délután kezdtük el a futamokat. A drifting hasonlóan zajlott szintén, de csak vasárnap reggel tudtuk elkezdeni, mivel a versenyzők késtek. A Horgos határát körül óriási tömeg volt, problémák voltak a papírokkal, a kocsiknak a behozatalával, a versenyautókkal van szó. A Szerbia állam az egy külön, hogy is fogalmazok, külön kategória, nem olyan, mint a többi állam, országok. De végül sikerült összehozni, talán azt mondhatom, hogy kicsit több versenyre számítottunk, de így is összejött, nagyon szép volt, nagyon jó volt. Gyorsulási verseny, az vasárnap délelőtt kezdődött el, edzéssel, bemelegítéssel, kvalifikációval, majd csak délután 2 körül tudtuk elkezdeni az időmérőt. Az időmérő alapján 16 legjobb versenyző jutott be a versenyre. Volt horgosi részvevő 2 is, és a környékből rengeteg részvevője volt. Tehát azt jelenti, hogy Adas, Szabadka, Topolya, környékből is volt elég szép részvevője, jelentkezője. A motorsportok szerelmesei élvezték az eseményt, a zaj és a hőség ellenére. Kisebbesről eljöttek egészen ideig, akkor nyilván szerethetik a motorsportot. Igen, szeretjük. Ez mit jelent, mit akar igazából? Van motorjuk is? Igen, van otthon nekünk is egy Yamaha R1-es, bordó színű. Milyen célra használják, ha így szabad megkérdezni? Hobbi motorozásra csak. Várjuk, hogy az alacsonyan szálló vadászgépek elmenjenek mellettünk. És nemet alá azzal jöttek, gondolom nem a kislány miatt. Nem, a kislány véget nem lehet, de szerettünk volna mind a ketten kijönni, és akkor így fölváltva nézzük. Kislányuk láthatóan hozzászokott már az efféle eseményekhez. Önnek is van ott a kis motorja, úgyhogy az utcán, járdán nagyon szívesen motorozik. Akkor nem esik messze az almafáját, azt szokták mondani. Hogy érzik magukat egyébként? El szoktak járni máshova is így versenyeket megnézni? Persze, még motoros találkozókra is járunk. Tudom, már a motorral gondolom. Igen, persze. Természetes. Kishegyesen van-e szokott-e lenni motoros találkozó? Már most nagyon sok felé van. Igen, most rendeztek először ott is motoros találkozót. És hova járnak így legmesszebbre, esetleg még külföldre is? Hát külföldre nem igazán, de környékben minden hétvégén. És itt voltak-e már? Voltunk többször is. Amikor ilyen rendezvény van, akkor mindig eljövünk. A motorcsodák 200-250 km-es sebességgel száguldottak el a nézők mellett. A gyorsulási versenyben 56-an, az autós driftingben 11-en vettek részt Romániából, Magyarországból, Bosznia és Hercegovinából, Horvátországból és Szerbiából. A versenyre bárki belemezhetett, végül is 2 kritérium kellett hozzá, vezetői engedély és bukós isak. Tulajdonképpen a nevezés a helyszínen zajlott, vagy előzőleg talán az interneten keresztül lehetett jelentkezni. Elég szép jelentkezői lista volt már az interneten 2 héttel előtte, tehát rengetegen jelentkeztek erre a versenyre. Azon belül, akinek megtetszett, és bárkinek vágya volt erre, mert be tudott jelentkezni. Igen, a külföldiek, azok már ismert emberek ebben a sportban, úgy mondanám nagyobb nevek. Tulajdonképpen évről évre megjelennek minden ilyen hasonló rendezvényen. Nálunk is már másodszor vagy harmadszor jöttek el. Tulajdonképpen ők, mondhatnám úgy, hogy ebben foglalkoznak. A gyorsulási versenyben az ezresek kategóriájában Goran Gáj Zágrábi, a 600-as kategóriában Zvonko Petricevic Vinkovci, a nyitott Open kategóriában pedig a soproni Király Péter bizonyult legjobbnak, míg az autós drifting győztese a szőregi Zvonimir Szímik lett. Az eladott belépőjegyek alapján a horgosi versenyeket több mint 5100-an tekintették meg, a nézőszám alapján minden eddig látogatottsági rekord megdőlt. Köszönöm figyelmüket, 2 hét múlva várjuk Önöket a megszokott időben újabb sportlesre, viszontlátásra!